Hoztam nektek egy pár szép növényt, gondolom sokan ismeritek, aki nem, és kutya tulajdonos lesz, az hamar meg fog vele ismerkedni, ugyanis ez a toklász még zöld állapotában, bár amint látjátok, itt ez a kalász, ez itt már száradó, hát túlzás az, hogy száradó félben van, de már meghajlott és darabolódni fog. Szóval ez a toklász kutyáink nagy ellensége, ami igenis száraz állapotában pici darabokra eltöredezve belemegy ide-oda-amoda, illetve a kutyába bárhova. Elég kis szemétteremtménye a világnak, hiszen sok bajunk szokott vele lenni. Elsősorban a kutyáknak, arról szoktunk beszélni, hogy elsősorban a kutyának a fülébe, az orrába, a mancsába, a szemébe megy bele. Ilyenkor, ha olyan területen sétálunk, de ha lehet, akkor ne sétáljunk ilyen területen, már úgy értem, hogy ahol sok van, akkor figyeljük a kutyánkat, vegyük észre a legapróbb jeleket is, például a fejrázást, a láb felkapkodást, mert ilyenkor még a fülből kevésbé, de a mancsból, a mancs szőrben levőt még olykor-olykor ki tudjuk szedni, hogyha nincs nagyobb baj, ha időben észrevesszük. A fülek, az orrok azok sokkal rázosabbak, onnan nehéz eltávolítani. Olyankor az legyen a cél, hogy minél előbb állatorvoshoz kerüljünk. A maga a procedúra az nem kellemes, és nem is végezhető el könnyen, szóval ezt majd megcsinálja a doki. Amiről viszont nem szoktunk beszélni, vagy kevésbé hangsúlyozódik ki, hogy igenis belemegy a kutyának a hajlataiba, belemegy a hónaljába, belemegy a lányoknak a nuniát körülvevő mélyedésbe, és belemegy bizony az ivaros fiúknak, bocsánat, szép kombinált, bonyolultan akartam mondani, szóval belemegy az ivaros fiúk heréinek a mélyedésébe is. Ezekre is nagyon kell figyelni. Aztán még nagyon jellegzetes hely, ez a torok alatti rész, ahogy a kutya lehajol, tehát ha magas a fű, és a kutya ráhajol, akkor ebbe a szőrzetbe is könnyen beleakad, és akkor torok tájékon támad. A mellkasukon hosszú szőrrel megáldott kutyák mellkasában is nagyon nagy előszeretet. Tehát ezekben a lelógó szép mellényekben is nagy előszeretettel, illetve az alatta levő bőrbe is előszeretettel megy bele. Tehát ezeket a részeket is érdemes átnézni a kutyán minden séta után, akármennyire macerás is. Ha nem is konkrétan átfésülni minden séta után, de nagyon jól áttaperolni, átnézegetni ezeket a helyeket, mert bizony nehéz észrevenni. Olyannal is fogtok találkozni, hogy nem veszitek észre, hogy a kutyában van, de a szőnyegen, a lakásban, a betonon, akárhol kihulva megtaláljátok. Amint említettem, hogy a séta közben az legapróbb gyanús jelre is nézzétek meg a kutya fülét, szemét, orrát, száját, farkát, akármiét, mert fontos a gyors, tehát adott esetben fontos a gyors orvoshoz jutás. Sajnos, ugye hallottunk már olyan nagyon fiatal, szinte gyerekkorú spánieről, akinek toklász miatt kellett ki operálni a szemét. Hallottunk olyan szolgálati kutyáról, akiben 2 éven keresztül bujkált a toklász. Az akkori állatorvosi stáb az el nem tudta képzelni, hogy mi baj van a kutyának. Gondoltak már fültőmirigyulladásra, nyálmirigyulladásra, de nem. 2 év után keletkezett rajta egy tájokszerű tünemény, és abból kikerült egy olyan 1 centi körüli toklász. A toklász eltávolítása után gyönyörűen összeforrt a seb, a luk, és a kutya visszahelyezhető volt szolgálatba. Szóval nagyon csúnya dolgokat tud művelni. A lényeg a megelőzés lenne, de megelőzni nem nagyon tudjátok, mert a toklász az gyakorlatilag ott is van, ahol nincs.
ezeket az apró darabokat a szél is nagyon jól el tudja fújni. Tehát a nem parkos területeken is találkozhattok vele. A megelőzéséhez talán annyit tudnék, talán ne menjetek oda. Tényleg nincs más megoldás, próbáljátok meg minél jobban elkerülni ezeket a helyeket. Gyakorlatilag ez egyébként a lehetetlennel egyenlő kategória, de mégis próbáljátok meg olyan helyre ahol menni, ahol kevesebb ilyen van. Ami saját tapasztalás, az talán az, hogy a reggeli sétáknál, amikor nagyon párás a fű, akkor a vizes szőrben nehezebben halad. Úgyhogy toklászvadászatra fel, vigyázzatok a kutyáitokra!